ezek mindenkitől kaktuszok, és egyetlen egy lucky blockból áll az egész világon, viszont hála az égnek ez egy olyan lucky block, ami újra terem, és szerencsére ez még csak ilyen kezdő itemeket ad, viszont a későbbiekben lesznek ennél sokkal durvábbak is. Az első feladatunk az, hogy ezt ütögessem, ameddig nem kapok valami hasznos itemeket. Na már egy kicsit haladtunk és sokat ütögettem ezt a blokkot, és ebből kaptunk 6 darab állat lucky blokkot, ami még szintén egy barátságos lucky blokk, abból random állatokat fogunk kapni, malacot, csirkét, tehenet, ilyeneket, illetve egy cobblestone generátort építettem, abból már a maximum mennyiségű zúzott követ kiszedtem, illetve nem ad szenet ez a generátor, úgyhogy faszenet kell craftolnunk, és akkor ebből tudok fáklyákat csinálni, illetve el kell kezdenem már is egy krumpli farmot építeni, hogy egy következő pénzforrás legyen. Pénzre azért lesz szükségünk, mert ennek a lucky blokknak a fejlesztés az 15 000 és 470 dolláron van mindössze. Igen, ezen a lucky blokkon nehezebb pénzt szerezni, de aránylag olcsóbb is minden. Ezt a krumpli farmot szerintem így körülbelül így alulra, de picit abba az irányba fogom megépíteni, meg majd tervezek egy külön állatos szigetet is mondjuk abba az irányba, vagy majd meglátom merre, mert 6 állat lucky blokkból már lehet, hogy valamit tudnánk szaporítani is majd. Na jó sokat hozzáépítettem itt a szigetem, ez már kezd ez is ilyen természetesen kinézni, nagyon szeretem itt a skyblockokon megcsinálni, hogy ilyen természetes legyen a szigetem, illetve alul már van egy nagyobb krumpli farmon, viszont itt lassabban nőnek a krumplik, mert nincs random tick speed növelés, viszont mindjárt mutatok egy menüt, ahogy ezt majd tudjuk majd növelni a jövőben, szóval így lassabban fogjuk tudni a krumplikat farmolni, illetve kevesebben is tudjuk majd eladni. Amúgy ha ti is fel szeretnétek jönni a szerverre, van egy link a leírásban, amin keresztül le tudjátok tölteni a Mindzone kliens. Gyertek fel, várlak titeket. Viszont ha beírjuk, hogy per spawn, akkor el tudunk menni a spawnra. A spawnon pedig van egy villager, aki egy ilyen sziget menüt tartalmaz magába, és itt például nagyon-nagyon sok dolgot lehet csinálni, például beletállítani a biomot és dzsungel biomra fogom állítani, ez nagyon-nagyon jó funkció szerintem. Illetve van olyan, hogy szigetünket tudjuk fejleszteni, van olyan, hogy a generátor, tehát igen, az nyilvánvaló. Illetve van olyan, hogy növekedés, szóval meg tudjuk kétszerezni a cuccaink növekedését, az például szerintem egy nagyon jó funkció, szóval nagyon király, hogy lehet fejleszteni a különböző dolgokat a szigeten. Amúgy a generátorból kaptam egy csomó mob lucky blokkot is már, ami egy újabb lucky blokk, ezzel az a probléma csak, hogy ez már bármilyen mobot spawnolhat, akár gázt, akár Blaze-et, akár Wither Skeletont, meg akár jó mobokat is, szóval az egy nagyon veszélyes lucky block már, meg amúgy van egy harmadik féle, az extrém lucky block, na az meg már robban, meg mindenféle épületeket is leszpawnol, az ott tényleg random adhat bármit. Meg amúgy van ilyen, hogy napi ajándék, és itt le lehet hívni a legmagasabb szintű ajándékot nekem, mivel megvan az ahhoz szükséges rangom, és nézzétek, ez adja az extrém lucky blockokat például. Itt van most belőle 5 darab, ezeket majd kipróbáljuk ebbe a videóba, illetve a crossbowot is kaptam, ez így azért eléggé egy durva dolog. Illetve én minden másik szintet is le tudok hívni, ami nagyon király, egy rakás lucky blockunk lesz. A sziget menübe amúgy lehetséges még küldetéseket is megtapasztalni, és az első küldetésünk az tulajdonképpen már készen is van. Sőt, nem is csak az első, már 4 küldetésem meg is van, például az, hogy 100 darab zúzott követ kellett kiszednem, ezért kaptam 15 vasat és egy gyémánt sárkányt, ez egy nagyon-nagyon jó nyeremény. Illetve ezért egy barkácsasztalt kaptam, amit 500 dollár kapok, az is azért eléggé jó. Egy darab kemencét kellett csinálnom, és kapok érte 5 darab szenet, meg 50 dollárt, az is nagyon-nagyon király. Illetve egy darab ládát kellett kraftolnom, mégis azért 100 dollárt kaptam, nagyon jó. Meg vannak olyanok is, hogy sziget küldetések, és itt például ebből is megvan az első, nagyon király. Viszont most folytatom a szigetem építését, szeretnék csinálni egy dinnyefarmot, mivel azt néztem, hogy egy dinnyeblokkot 5 dollárért el lehet adni, ami mondjuk aránylag egy alacsony ár, viszont azért nem olyan rossz ár. Talán a krumplit jobban megéri farmolni, de legyen dinnyefarmunk is, én azt mondom. Meg is építettem a dinnye farmot, illetve rengeteget farmoltam, tovább is építettem a szigetemet, és látjátok, hogy rengeteg lucky blokkot kaptam, van már 42 mob lucky blokkunk, az azért lesz jó, mert ez dobhat gasztot, dobhat blaze-et, és blaze pedig dob blaze-udat, és akkor abban majd tudunk potiont főzni, az, hogy mire kell majd a potion főzés, azt majd meglátjátok, lehet, hogy ebben a részben, lehet, hogy egy következő részben majd meglátjuk, viszont majd tovább kéne fejleszteni a generátort a következő szintünkre, ami 15 000 lesz, de még csak 4100 dolláron van, emiatt ezt rengeteg földet félretettem, illetve farmoltam is ezt a farmot, ezt a krumpli farmot, és már ennyi krumplink van. Úgyhogy jövök vele, hogy én most fogok építeni egy nagy krumpli farmot. Úgy terveztem, hogy valahogy úgy a szélére kellene, kicsit úgy lentebbre, mert nem akarom, hogy annyira látszódjon, mert az nem a legszebb része. Mondjuk ugye, ezek a farmok itt látszódnak, ugyan viszont majd szeretnék így a szigetem köré így szinte közvetlenül minden egyes farmból majd egyet építeni, mert szerintem azért az úgy majd jól fog kinézni, legalábbis van egy design a fejembe. Illetve majd ebbe az irányba is így igazából körbe akarnám majd így tenni földre ezt az egész kőplacot, és akkor ez a kőplac lenne egy hegy, és akkor az lenne úgy majd
a kis szigetünk. Viszont egyelőre félreteszem inkább a földet, és építek belőle egy farmot odalentre. Meg fogom tudni csinálni, mert van rengeteg földem, vízes földröm is van végtelen, illetve krumplim is megvan hozzá, és ez azért növelni fogja majd az összegünket, meg amúgy van 55 dinnye blokkom, amit most el kéne, hogy adjak. Mivel nagyon más nem tudjuk használni, mert inkább eladom, és jobb klikkel lehet eladni, úgyhogy most kattintok ide, úristen, ez hogy működik? Van itt egy olyan, hogy az összes eladás, úgyhogy most rámegyek az összes eladás, és 275 dollárt kaptunk ezért az 55 dinnye blokkért, ami amúgy nem egy olyan rossz ár, de aránylag kevés. Mondjuk a szilektácsos baltám lenne, akkor megkapnánk mindig az egész dinnye blokkot, viszont mire szerintem lesz szilektácsos baltám, addigra már annyira nem lesz erre szükségem. Amúgy igen, most megépítem ezt a farmot, és valahogy a videó végén fogom akkor a lucky blokkokat kinyitogatni. Meg is építettem ezt az óriási farmot, majdnem minden földemet elhasználtam, most még egy kicsit szedtem, és akkor majd be tudom majd ezt is fejezni, ami nagyon király. Kiszámoltam amúgy, és ahhoz, hogy meglegyen a 15 ezer dollárom, ahhoz szükségem lesz két dupla ládányi krumplira, amitől azért még messze vagyunk, viszont hogyha így folyamatosan bővítem a farmot, akkor előbb-utóbb meg lesz szerencsére. Van amúgy más módszer is a pénzszerzés, hogyha beírom, hogy per bolt, és rákattintok ide a növényekre, akkor látjátok, hogy a kaktusz eladási ára 5 dollár, a vásárláshoz 25, és a burgonyának másfél dollár az eladási ára, ami azt jelenti, hogy a kaktusszal sokkal több pénzt lehet csinálni. Vásárolok belőle párat, és ez azért lesz jó, mivel ebből, hogyha csinálok egy farmot, akkor ez is egy pénzforrás lehet. Vásárolok ezt egy 32 kaktuszt, ami nagyon-nagyon sokba fog kerülni nekünk, de nem baj. 800 dollárba került, ami azért jó, azért annyira nem sok, viszont ebből egy farmot kell építenünk, és van is rá egy jó dizájnom Shulkercraft-tól. Az az első lépés, hogy építek egy 21x21-es keretet, így mondjuk igazából bármilyen blokkból, de én így ezzel a köves dizájnnal, ezzel a három köves dizájnnal fogom megépíteni, és ki kell töltenem az alját. És meg is építettem a teljes kaktusz farmot egy 21x21-es méretű, és benne van egy csomó kaktusz, olyan két stacknyi nagyjából. Még nem is volt ennyi eredetileg, csak ugyebár megnőtt, és akkor leszettem, és akkor tovább bővítettem. Megmutatom nektek, hogy pontosan hogyan működik, ilyen vizes, elmosós rendszerek vannak. A következő szintet nem ide egyből mellé építjük, hanem építünk egy újabb ilyen keretet alá, mert hogyha mondjuk ráeste a másik kaktuszra, azért az kellemetlen, és látjátok, megint ott van három darab középen, és akkor ezekbe a kis lukakba kerülnek majd bele. Amúgy igen, láthatatok, hogy építés közben, ugyebár itt vagyunk 10-es szinten, vagy 17-es szinten, ez egy nagyon-nagyon alsó szápcsánknak számít, és rengeteg mob volt itt, mert nem látszott a timelapse-en, hogy mennyi mob volt itt, viszont azt képzeljétek el, hogy volt itt olyan creeper stack, vagy ebben stackelődnek a mobok, hogy 12 darab creeper egybe. Ami azt jelenti, hogy ez egy ilyen brutális mennyiségű mob tud ide lentre spawnolni, szóval megérné majd egy monster trapet is építeni ide, illetve ide középre kellene egy hoppert helyezni, de szerencsére az egyik küldetésére amúgy kaptam pont vasat, és akkor tudnék egy darab hoppert csinálni, mondjuk egy-egyen lejjebb kell majd itt vinni a dolgokat. És már megint van 10 darab kaktuszom, úgyhogy mondjuk homokban csak 42 van, ezt még majd farmolni kellene nekem, de akár majd egy következő szintet is építetek, de először egy hopper craftolunk ide. Szóval akkor itt van egy hopper, ezt most craftoltam le, még van amúgy 10 vasam, szóval majd 3 hopper tudok craftolni, hogy akarok. Valószínűleg mire legközelebb kell majd addigra, már remélem azért lesz több vasam, bár egyelőre még azt tudom, hogy hogyan szerezzek. Igen, ezt a farmot ezt is tovább tudom majd bővíteni, sőt bőven tovább tudom majd bővíteni azt a lenti krumpli farmot. Mivel ha megnézitek, amúgy egy csomót ütögettem ezt a lucky blokkot, vagy nincs is annyi föld, nem lehet, hogy elvesztettem, mert egyszer leestem, de itt van nálam például egy stack föld. Igen, szerintem több volt, csak valószínűleg elvesztettem, mert leestem. Hát van 64 plusz 47, ebből már kapásból eléggé tovább lehetne fejleszteni. Homokból pedig úgy nincs több ezen a 42-n kívül, ami kellemetlen, szóval egy csomót kell majd ütögetnem ezt a blokkot, egy ilyen két stack kéne egy következő szinthez minimum. Megjelenítettem, hogy az előbb mutattam, hogy krumpliból is már nagyon sok van, mert learattam azt a farmot többször is már. Habár aránylag lassan nő meg, de azért megnő egy idő után, és sokat lehet le belőle szedni. Viszont ha megnézzük a homoknak a vásárlási ára, az amúgy eléggé alacsony, ez csak 4-be kerül, a földnek viszont nagyon drága az 50, nem tudom pontosan, hogy miért. 4-ért amúgy szerintem meg is érném, hogy homokot venni, szóval lehetséges, hogy így fogom tovább építeni majd a farmomat. Úristen, már is 15 kaktusz gyűjt ide, ameddig elmentem minden, sőt 16, meg egy skeleton mondjuk ide bespawnolt. Akkor ide most csinálok egy ilyen lentebbi vizes árkot. Látjátok, egybe vannak stackelődve a mobok itt, nem tudom hány skeleton volt egybe stackelve, 2 darab. Igen, ezek így működnek, mert így kevesebb lesz a lag, viszont így hatalmas mob farmokat lehet cserébe építeni, úgyhogy ez így tök jó. Na, körülbelül valahogy így gondoltam, hogy egyen lejjebb vezetem ezt az egész ide, pedig teszek egy kaput, és akkor levezetek egy kis vizet, csak azért, hogy letegyek egy blokkot, amire rá tudjuk majd tenni ezt a töltsért, hogy így lefele mutassa, és akkor majd alá teltek egy csesztet, hogy esetleg ez a töltsér majd kevés lenne. És így, na most már egyik kaktusz dropunk sem fog elveszni, mert az összes ebbe a töltsérről megy majd. Már amúgy van 39, úristen, ez nagyon gyorsan összegyűjt, nagyon erős ez a farm. Úgyhogy szerintem építek rá még egy szintet, mondjuk ahhoz sokat kell megint farmolnom a cobblestone generátornál.
Na most már a kaktuszfarmom két szintes lett, és meg akarom nézni, hogy egy Minecraft nap alatt mennyit termelt. Körülbelül éjszaka kezdtem el így afkolni, ez olyan 10 perc lett, de lehet egy kicsit kevesebb. Megnézzük, hogy mennyit termelt. 57 darabot mindössze 10 perc alatt nagyjából, az nagyon-nagyon sok, az majdnem 300 dollár. Ez sokkal jobb, mint a krumpli farm, viszont azért a krumpli farmot is befejezem, legalább úgy a világ széléig, és már is ott jön a következő adag kaktusz, sőt 3 darab, azt hittem csak 2. Illetve, hogyha megnézitek, egy következő küldetést is el tudunk fogadni, ahogy néztem. Igen, ez a favágás, mert 50 darab fablokkot kivágtam, és ezért kaptam valami pénzt, talán vagy nem is tudom micsoda. És ahogy nézem, a lenti krumpli farm meg is nőtt közben, szóval nem csak, hogy befejezem így a World Border széléig szeretném befejezni, mert az úgy jól néz ki, annál nagyobbat nem építek, mert úgy vagyok vele, hogy inkább akkor növelem a kaktusz farmot, mert azzal több pénzt tudunk csinálni, ha jól számoltam. Illetve vettem most 2 darab füves blokkot, mert látjátok, hogy van itt egy ilyen kis földecském, ezt beszeretném füvezni, meg ezt is beszeretném. Illetve körbe kérem, hogy az egészet tenni, csak nem tudom, hogy mennyi marad. Amennyi földem marad a farm megépítése után, azzal bővítjük itt a sziget oldalát. Ki lett bővítve a farmom, és amúgy nagyon érdekes, hogy ez az 5 modul, ez így pont ilyen exakt belefér ebbe a World Borderbe, szóval ez tök jól jött ki. És amúgy nem maradt földem, de még szedtem egy csomót, úgyhogy most van megint földem, és akkor ezzel egy kicsit kibővítem itt körbe a szigetünket. Hát ez így ennyi volt, ez egyelőre még annyira nem sok, de azért nem is olyan kevés. Viszont az, ami viszont szintén nem kevés, az a kaktuszai mennyisége. Jó meg, amúgy a krumpliai mennyisége is elég jól emel, learadtam az előbb, már majdnem megvan egy dupla ládány, ami kb. 5000 dollár lesz, az tök király lesz. És nézzék meg, kaktuszból nekem rengeteg van. Úgyhogy én úgy döntöttem, hogy építek a kaktusz farmomra még 2 darab szintet, ami azért eléggé extrémnek hangzik, mert az már nagyon-nagyon gyors lesz, és most is azért eléggé gyors. Hogy építek rá még 2 szintet, akkor még 2-szer ilyen gyors lesz. Meg teszek majd alá egy utat, ahol majd lesz egy láda, és ott majd rendesen ki fogjuk tudni szedni a kaktusz, nem kell bemászni az egész farmba. Meg is növeltem 4 szinttel a kaktusz farmunkat, és amúgy sokat afkoltam aránylag. Jó, azért nem olyan nagyon-nagyon vészesen sokat, de megnézem, hogy mennyi kaktusz termelődött. De az biztos, hogy elég ahhoz, hogy most már fejlesszük végre a generátorunkat, hogy eléggé veszélyes ide jönni, de úristen, már majdnem egy fél dupla láda, mint egy inkább egy negyed dupla láda, arra gondoltam. Szóval ezekkel a kaktuszokkal együtt, ami ebbe a ládában van, ez a mennyiségű kaktusz már bőven elég lesz ahhoz, hogy megjelen a 15000 dollár, meg amúgy még van mellette ennyi krumpli, szóval most eladok mindent. És akkor rámegyek az összes eladásra, és nézzük meg, 1856 krumplit adtam, és 2784-et kaptam, kb. Egy inventorinyi krumplért kaptam ennyit, ami szerintem aránylag egy jó ára ahhoz képest, hogy ezt aránylag könnyű farmolni, eladom a többit is. És a maradékot is eladom, és csak a krumplikkal együtt körülbelül, hát így meglett pont a 10000 dollárom, és a kaktuszokból is eladok mondjuk egy sort, megnézem, hogy egy sornyi kaktusz mennyiért tudok eladni. És az összes eladása 2880, szóval két sor kaktuszban meg is lesz a következő fejlesztés, nagyon jó. És igen, meg is van a 15000 dollár, ami azért jó, mert végre tudjuk fejleszteni a generátorunkat 2-es szintre, és most már kék kialakult a Lucky Block, és nézzük, miket ad. Hát ahogy nézem, sok új jó dolgot nem ad, viszont nem ez a lényeg, hogy mit ad nekünk, hanem az, hogy most már, hogyha megnézitek, gyorsabban újra terem, egyre gyorsabban fogjuk tudni szedni a generátort, ahogy éppen fejlesztjük. Az előbb ilyen 2 másodpercenként termett újra, most meg már 1 másodpercenként, és így sokkal gyorsabban lehet szedni a jó itemeket. A következő fejlesztés 50000, de akkor meg már még gyorsabban lehet majd farmolni, úgyhogy egyre királyabb. Viszont amúgy közben annyit afkoltam, meg annyit építettem, hogy már eltelt is egy egész nap, szóval menjünk le a spawnra, és elvileg újra tudom ezt a napi csomagot kérni. És igen, újra is teremtek a napi ajándékaim, ami nagyon király. Kértem is az összes napi ajándékomat, és megint plusz 5 extrém lucky blokkal lettem gazdagabb, ami nagyon hasznos. Az állat lucky blokkokat egyelőre nem fogjuk kinyitogatni, mert látjátok, hogy nekem még nincs még semmilyen állatkarámom, szóval igazából nem lenne értelme. Viszont a mob lucky blokkokra szükségem van, mert szeretnék blézet kapni, hogy hát egy blaze rudom lesz, csak a tudok potion főzőt csinálni. Viszont mivel ez a mob lucky block, ez azért gáztokat is dobált, mert most építek egy ilyen kis erődítményt, ahol majd ki tudom nyitogatni ezeket, és hogy a gáztot is spawnolunk, akkor aztán meg fogom tudni ölni. Vagy igazából van számszeríjam. Sőt, van egy csomó lövedékem hozzá, szóval akár lehet, hogy nem is olyan fontos, hogy most én ezt így máshogy nyissam ki, viszont az a fontos, hogy 10 blokk távolságra kell kinyitnunk ettől. És nézzük, hát ez csak egy sima zombi lett. Jó, most ezeket fogom nyitogatni, mert szerintem ez így érdekes lehet. If you ever need a helper, hey,
you should know that I'll be there day and night. Nobody else can love you better. Kinyitottam az összes mobla kiblokkomat, és ahogy nézem, ezek csak overworld mobokat adnak, ami azt jelenti, hogy csak olyanokat, ami ebbe a sima világban van, és nether mobokat nem adnak még. Ami azt jelenti, hogy az extreme lucky block fogja adni nekünk ezeket a mobokat, amiben van 10 darab, nagyon veszélyes ezeket kinyitni, szóval azt tervezem, hogy minden cuccomat leteszem, építek egy kis platformot így félre a világomtól, úgy abba az irányba, és akkor elkezdem ezeket kinyitogatni. Amúgy azt néztem, hogy ez már ad vasércet, meg aranyércet ez a lucky block, amit itt középen tudunk kinyitogatni, ami nagyon nagy fejlődés. Mert ezeket az érceket nem is a lucky block adta, hanem még a napi csomag, nem tudom pontosan, mindegy, viszont cobblestone-ból akkor én most tényleg kiépítek. Jó, nézzük az elsőt, ez nagyon nem lesz vicces. Ó, 3 darab könyvespolc. Oké, ez teljesen okés. Ez később majd jó lesz enchantolás, mindent elrakunk, amit ezekből szerzünk. És egy Ender Chest! No, ez kifejezetten nagyon hasznos lehet még a jövőben. Jó, nyissuk ki a következő, csak nagy valami rosszat. 12 obszidián, az is nagyon király. Amúgy itt sokkal nagyobb stressz van, mint egy sima lucky block falcsatában, mert itt nincs keep inventory, hogyha meghalunk, akkor minden cuccunkat elveszítjük. Illetve itt azért van tétje a dolognak, itt teljesen túlélőben vagyunk, és nulláról kell felépítenünk a dolgokat. Jó, még van 7 darab. Nézzük a következőt. Ó, XP battle-ok estek le, ahogy nézem, viszont az összes így a földre szavazik, de teljesen felesleges, azt hiszem, hogy maga az itemet kapjuk meg, de nem. Viszont hogyha így mellé estek a dolgok, akkor lehet, hogy kicsit kibővítem ezt a platformot. Jó, azt így kibővítettem, viszont amúgy egyetlen egy robbanással vége is az egésznek, és bármit adhat ez a lucky block. Gyémáncipő! Igen, ez egy sima lucky blockban nem érdekelne minket egyáltalán, viszont itt egy skyblockkal, ahol ilyeneket nem nagyon lehet máshogy elérni, ez egy nagyon-nagyon király, kaptam egy ilyen lucky boots-ot. Itt most nagyon-nagyon örülök neki, még 12 obsidian, oké, van már belőle 24, ez mondjuk jó lesz. Ó, ez egy valami pálca, hátlölök és 10, jó, ez teljesen felesleges. Mondjuk nem tudom, hogy a mob lucky blockokat kinyitogatom és rákatintok egyet, akkor elrepül, szóval végül is nem teljesen felesleges. Viszont már kinyitottunk 8-at és még semmi rosszat nem kaptunk, hála az égnek, de azért a pajzsomat most inkább beteszem a kezembe, hogyha valami komoly dolog történne, mint például ez itt most. Na igen, ezért építettem félre a bázisomtól. Mert itt nagyon-nagyon belehaltunk volna, hogy itt maradunk, de ahogy nézem, blokkokat nem rombol, szóval amúgy ez még így jó, mert amúgy az építményünket szétszedni rendesen. És egy emerald blokk! Ennek hatalmas értéke van! Jó, azt hiszem vascsákány kell hozni, hozzam is egy gyémánt csákányomat. Azt gondolnátok, hogy az emerald block ez teljesen felesleges, hogy megnézitek a boltot, az emeraldot nagyon-nagyon nagy áron el lehet adni. Eladási ár $200 per darab, jó, a smaragd block nem éri meg, mert az csak 800, de így ezt el tudjuk adni, hogy sokért. No, de nézzük az utolsó lucky blockunkat, és... Jaj, ne! Magma slime! Jó, na jó, de ez nem is akármekkora magma slime, ez a legnagyobb, ami csak lehetséges. Ezt most próbálja meg megölni, vagy leugrik maga. Ne, ugye nem a kaktusz farmomba ugrik. Ó, nem, mellé ugrott, de ha a kaktusz farmomba ugrott volna, akkor elvileg meghalt volna a kaktuszokon, szóval az is amúgy jó lett volna. Oké, én kinyitottam minden extrém lucky blokkomat, ami nagyon-nagyon durva volt. Jaj, ne! Azt hittem ráesek, mert hogyha full damage-be adunk meg, akkor minden cuccunkat elveszítjük, viszont hogyha így leesünk magába a semmibe, akkor ide visszatermünk, ez aránylag jól meg van csinálva. Ezt a 9 emeraldot ezt el tudom adni 1800-ért, szóval most el is adom. Így, mi kaptunk érte újabb 1800-at. Amúgy az előbb 10 darab extrém lucky blokkon volt, viszont azt néztem, hogy 11 lett belőle, és nem tudom, hogy azért lett belőle 11, mert ezt ütögettem. Adhat már ez az alap lucky block is nekem extrém lucky blockot, mert akkor nagyon megéri itt nekem farmolni. Na hát most ezt kiütögettem már jó párszor, de ahogy nézem, nem igazán adott semmi olyat. Csak is mob és állat lucky blokkokat adott, ami nem olyan jó. Viszont én erre a részre ennyit szerettem volna, nekem nagyon-nagyon tetszik ez a lucky blokkos irány ezen a Skyblock. Hogy ilyen extrém lucky blockot lehet vásárolni. Egyelőre még nincs annyi pénzük, hogy rengeteget vásároljunk belőle, de egy idő után lesz, ami nagyobb farmjaink lesznek, meg effektívebb lesz minden. Én azt mondom, hogy ha ezen a videón meg lesz a 3000 like, akkor csinálok ebből egy következő részt. Hogyha nem, akkor az számomra az azt jelenti, hogy nektek ez annyira nem tetszik. Ettől függetlenül ugyanúgy folytatom majd a Woodcraftos Skyblockot is, szóval azt nem fejezem be, csak hogy szeretnék ebből is egy sorozatot csinálni, de nem tudom, majd csak akkor csinálok, hogyha meg lesz ezen a videón a 3000 like. Én Kaktusz voltam, hamarosan találkozunk a következő videóban. De addig is sziasztok!